Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli idén a Pályér Antal Művelődési Ház. Ebből az alkalomból ősszel egyhetes rendezvénysorozattal készülnek Múltidéző címmel. A versenykiírások, a pályázati felhívások már most elérhetőek, hiszen jó munkához idő kell. Legek kerestetnek, azaz keresik a legrégebbi színjátszót, a legrégebbi énekkari tagot, a legrégebbi dolgozót, óvónőt, tanítót, tanárt. Ha ön úgy érzi, valamelyik kategóriában rangidős, vagy esetleg ismer valakit, aki az, csatlakozzon a legek táborához. Mindezt május végéig teheti meg a feltüntetett telefonszámon, elektronikus úton, vagy személyesen. Az intézmény fotógyűjtő akciót is indított. Minden fényképet, amely a művelődési házban készült, szkennelés erejéig kölcsönvenne a művelődési ház, amelyekből a jubileumi ünnepen kiállítás nyílna. A fotókat 2017. június végéig várják a szervezők. A születésnapi rendezvény a gyermekkorosztályt is megszólítja. Rajzpályázatot hirdettek, melynek témája a Pályér Antal Művelődési Ház, illetve az ott átélt pillanatok ábrázolása, de az irodalom iránt érdeklődők is összemérhetik tudásukat egy szavalóversenyen, amelyre augusztus végéig lehet majd jelentkezni.